A múlt év végén indult programsorozat célja, hogy szorosabb köteléket teremtsen a kormány és a kistérségek vezetői között, és lehetőséget biztosítson számukra a szakmai párbeszédre az energiaügyek terén. A Dombóváron rendezett esemény fontos elemét képezték a Paksi atomerőmű témája és más beruházások tárgyalásai is. Mai vendégünk itt Dombóváron dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes volt, aki az Energiaügyi Minisztériumnak a miniszterhelyettese, és a meghívott vendégeink pedig településvezetők, elsősorban polgármesterek, polgármesterasszonyok, illetve olyanok, akik az önkormányzati hivatalokban dolgoznak. Mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a következő években hogyan alakulnak az energiaárak. Ez fontos az intézményeink kapcsán, fontos a lakosságnak, és ahogy önök is látták eddig, mi mindent megtettünk az elmúlt 10 évben azért, és továbbra is így lesz, hiszen a nemzeti konzultáció is ezt hozta ki, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmányait meg tudjuk oldani. Úgyhogy önök számíthatnak ránk a továbbiakban, és természetesen mi is arra számítunk, hogy a minisztérium vezetésével biztonságos energiaellátása legyen az egész országon. A jelenlévőknek lehetőségük nyílt egyeztetni egy fórum keretein belül Kontz Zsófiával, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesével. Ez alkalmat biztosította résztvevőknek arra, hogy közvetlenül beszélhessenek és kérdéseket tegyenek fel az energiaügyekkel kapcsolatban, valamint megoszthassák véleményüket és javaslataikat az energiaipar jövőjéről és fejlesztési irányairól. Azt gondolom, hogy ma Dombóváron egy nagyon eredményes energetikai fórumot tudtunk tartani. Igazából ennek az egész fórumsorozatnak az a lényege, hogy minden vármegyébe elmegyünk, és közvetlenül tudunk helyben beszélgetni a polgármesterekkel arról, hogy nekik esetleg milyen kérdéseik, felvetéseik vannak az energetikát érintően. Nyilván az önkormányzatoknak is ez egy mindennapos kérdés, és nagyon jó, hogyha a kormányzat és az önkormányzatok ebben az ügyben is együtt tudnak gondolkozni. Nyilván a magyar kormány számára a lakosságnak szóló rezsicsökkentés fenntartása kulcskérdés. Azt gondolom, hogy ez közös érdekünk, és emellett pedig a hosszú távú terveinket, energetikai szempontból fontos beruházásokat, meg hát azért mindenféleképpen ki kell emelni azt, hogy a magyar kormány számára fontos Paks 1 üzemidő hosszabbítását, Paks 2 megépítését azért meg kellett beszélni a mai nap, és én nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a találkozást. Szeretném megköszönni államtitkár úrnak is a segítségét abban, hogy meg tudtuk szervezni ezt a mai napot, hiszen az a tapasztalat, hogy minden egyes vármegyében közösen az országgyűlési képviselőkkel szervezzük ezeket a programokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféle szempontból egy közös érdekünk, hogy együtt tudjunk gondolkozni a jövő nagy energetikai kérdéseiről. És azért a mai nap azt is el tudom mondani, hogy a zöld energiának a kérdése egy kulcskérdés. Az elmúlt időszakban sokat foglalkozott ezzel egyébként a magyar kormány, hiszen nem csak a zöld energia felhasználása, de annak a tárolása is nagyon fontos, és örülök annak, hogy ilyenkor ezeket a folyamatban lévő fejlesztéseket, illetve párhuzamosan zajló pályázati lehetőségeket is itt el tudjuk mondani, és gyakorlatilag a kérdésekre is tudunk ilyenkor válaszolni. A kormány továbbra is támogatni kívánja a települési önkormányzatokat, és fejlesztési forrásokat kíván biztosítani számukra az energetika területén is. Ez lehetővé teszi a helyi közösségeknek, hogy hatékonyabban gazdálkodjanak az energiával, és hozzájárul a környezetvédelmi célok eléréséhez.